Sziasztok! Harmadjára veszem fel ezt a videót, szóval lehet, hogy egy kicsit unni fogom, bocsi, de igyekszem lelkes maradni, és úgy megmutatni mindent, mintha most mutatnám először. A mai videóban egy bonti rendelést fogok nektek mutatni. Nagyon rég volt már ilyen, hozzám képest rég volt már ilyen, de nagyon örülök a lehetőségnek. És most kicsit a mennyiségre mentem a minőség helyett, mert van most egy kis hasam. A Liza után nagyon gyorsan lement, és gyakorlatilag már a kórházból úgy jöttem haza, hogy a terhesség előtti ruháimat hordtam. Most azért van hasam, úgyhogy hát nyilván dolgozni kell rajta, de a lényeg az, hogy nem voltak már jók azok a ruhám rám, hozban főleg nagyon sok, amit a Liza előtt hordtam, ugye kis mama ruhára most úgy tűnik egyelőre, hogy nincsen szükségem, úgyhogy szükségem volt felsőkre, úgyhogy rendeltem egy csomó ruhát, egyberuhát is, felsőt is, rövidnadrágot is, a férjemnek is, pólókat. Ha kíváncsiak vagytok erre, akkor tartsatok velem. Meg is nyitom az alkalmazást, és megyek itt sorba, és az első termék itt a gyűrött ruhakupacban, mert ugye már kétszer fölvettem, csak először a mikrofon nem kapcsoltam be, utána meg lemerült a felénél a kamera. Amatőr. Szóval az első dolog, az a férjemnek egy pólóink. Ő egy irodai munkát végez, egy irodában középvezető, és hát nyilván ki kell valahogy nézni. Nem kell teljesen formálisban menniük, tehát nem kell mindig ing, nem kell öltöny, nem kell szép nadrág, tudnak menni egy farmerban és egy lazább ingben vagy valamiben, ami azért nem egy kinyúlt póló, meg nem egy mesz, tehát ki kell nézni úgy, hogy azért ez egy munkahely, de nem kell túl csiniben menni, és talán emiatt is van az, hogy a nagyon szereti a pólóingeket. És hát valamikor egy-két hete hajtogatás közben néztem, hogy annyira kemény már egy-kettő, és annyira kopott egy-kettő, amit még ilyen nagyon 20 évesen vett magának, és azok most már kicsik, mert úgy vállban is egy picit erősödött, talán egy pici pocakot is felszedett, szóval jót is tett neki, szóval kellett új neki, és emiatt is rendeltem meg ezt, az szerintem nagyon szép vanília színű példányt. Ugye ezen így két csík van, egy fekete, meg egy ilyen hát halvány lila a gallér résznél is, illetve a két ujjánál is, alul nincsen, sima az alja. És nagyon tetszik neki, nagyon kényelmesnek mondta. Elég műszálas anyag, tehát ez szerintem nyáron a nagyon nagy melegben nem lesz jó, illetve ez sajnos elég átlátszó, úgyhogy nagyon szereti hordani, de vagy úgy, hogy pulcsi is van rajta, és akkor nem látszik, hogy átlátszó, vagy csak így itthonra inkább. Mindenképpen fogok ebből szerintem sötétebb színben még rendelni, mert nagyon tetszik nekem is rajta, neki is rajta, kényelmes is, jó az anyaga, úgyhogy ennek nagyon örülünk. Még így az átlátszóság ellenére is, és ez 3499 forint volt. Úgy egy galléros póló, ez egy ilyen sötét, zöldes, kékes, csíkos mintás. Ennek nem csíkos a gallérje meg az ujja, de ugye cserébe az egész csíkos. Ugyanaz az anyag, ugyanúgy puha, ugyanúgy kicsit műszálas, biztos ez is átlátszana, de ugye a színe miatt nem. Úgyhogy ez is nagyon tetszik, neki szereti hordani, és hordta is már azért ilyen gyűrött, meg kicsit büdös is egyébként. Nadrág is. Egy rövid nadrág nekem, innentől az én ruháim vannak. Ami kicsi lett. A szokásos méretet rendeltem, és ez bizony szűk. Össze tudom kapcsolni egyébként egy ilyen sima szürkés-barnás vékony anyagú rövid nadrág, formához hasonló, de nagyon vékony anyagú. Igen, szóval össze tudom gombolni, de baromi kényelmetlen is nagyon szorít. Ahogy mondtam már a videó elején is, most azért megmaradt a hasam így a második baba után, úgyhogy
Úgyhogy hát azt hiszem, hogy ez egy ilyen célnadrág lesz, nem fogom visszaküldeni, hanem igyekszem, mondjuk, hát nyár végére talán elérni azt, hogy ez kényelmesen rám jöjjön, vagy ha nyár végére nem is, akkor jövő nyárra, hát meglátjuk, hogy fog sikerülni, de egyébként nagyon jó az anyaga, nagyon tetszik a szabása, meg egyébként kényelmes, tehát amikben nem gombolom, addig kényelmes. Úgyhogy jó lesz ez, csak a pocaktól meg kell szabadulni valahogy. Nagyon-nagyon szeretem a nyári ruhákat, és kifejezetten azokat a nyári ruhákat, amik ilyen gumírozott tetejűek. Ugye nekem elég nagy mellem van. Nagyon nagy mellem van. Túl nagy mellem van. Szóval nekem az olyan ruhák, amik normális alkaton derékig vannak gumírozva, azok nekem mell alattig érnek, hogyha nem akarom ilyen nagyon kidobósra csinálni, mell kidobósra. Viszont én ezeket imádom, mert szerintem tök jól is állnak, úgy jól mutatnak az én alakomon, és tényleg a mellemet egyébként szeretem, attól függetlenül, hogy túl nagynak gondolom, szóval azt úgy szépen kiemeli. Maga a ruha esése az egy ilyen nagyon lány, nagyon jó esés, ez szerintem teljesen pamut, nagyon-nagyon jó anyaga van, nagyon tetszik, és tetszik magamon is, szóval nyilván nem is tökéletes alakom, nem is akarom, hogy az legyen, szóval meg nem is akarok úgy csinálni, mint az lenne. Úgyhogy nagyon tetszik a ruha, tök jó, kényelmes, nagyon tetszik a mintája is. És ebből egyébként van egy sárga is, amit már hordtam, úgyhogy a szennyesben van, úgyhogy bocsi, de tök ugyanez a ruha, csak sárgában. A ruhák 3999 forintok, a sárga pólóink az 3499 forint volt, a csíkos az 3999, és a rövid nadrág 5499, ezt eddig elfelejtettem mondani. És igazából egy szett van még, egy 5 felsőből álló szett. Én nagyon-nagyon szeretem nyára egyrészt a nyári ruhákat, másrészt azt, hogy egy farmer rövid nadrághoz felveszek egy tök sima, egyszerű pántos, vagy ha nem is pántos, de újatlan felsőt, ami vagy csíkos, vagy pöttyös, vagy sima. És ezek simák. Öten vannak, és gyorsan csak így a színek miatt felmutogatom az összeset. Egyébként egy ilyen vastagpántos, kereknyak kivágású, hátul viszonylag magas, úgyhogy nem ez a sportkivágás, hanem ilyen magas. Egyébként olyan sportkivágásos is volt, csak abban olyan hülyen barnulok le, hogy azért nem akartam azt. Szóval van itt nekem egy ilyen pinkes, pirosas, egy barack, egy ilyen nagyon halvány barack, vagy vajszín, vagy nem tudom milyen ez, egy szürke, és egy lerakotta talán. Úgyhogy ők így öten jöttek a szedben, és 5995 forintba kerültek, így együtt. Ennyi. Látni fogjátok, vagy hát már láttátok a ruhákat rajtam. Igen, a pocakon dolgozni kell, de egyébként tetszik minden, és jó minőségű minden, és a férjemnek is tetszenek a ruhák, nekem is az enyémek, úgyhogy szerintem egy jó kör volt. A szokásos módon az infoboxban megtaláljátok majd a közvetlen linkeket, a videóhoz tartozó blogbejegyzésben pedig a kategória linkeket, hogyha esetleg más típusú nyári ruhát, női felsőt, férfi felsőt, rövid nadrágot szeretnétek keresni magatoknak. Én nagyon tudom ajánlani, tényleg ezt a webáruházat, tényleg nagyon jó, és tényleg nagyon szuper ruhák jönnek szerintem mindig. Ezt többször elmondtam már, de hogy civilben is innen öltözködöm főleg, tehát nem csak a blogger program miatt, hanem egyébként is sokat rendelek tőlük, és szerintem még soha nem csalódtam semmiben, egy kismama fölsőt leszámítva. Igen. De hát így egy egész ruhatáron belül egy fölső az szerintem jó arány. Ja,
Ennyi. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, remélem tetszett a videó, és hogy találkozunk legközelebb.